Kafka, Mack és Keita a másik három ilyen. Panainak pedig most már bravúrt is be kell mutatni. Katona tovább. Christensen. Ott a lehetőség. És egy kapufa. Az ismétlő fejes pedig fölé száll. Ő itt még nem volt lesen. Stefanelli itt viszont már igen. Úgyhogy ezt, ha be is fejeli az argentin, nem érvényes gól. A lendületet. Christensen kap egy jó indítást. Nadisár lépés előnyben. Elvinni a kapus mellett is. Panay még egyszer. Szinte már túljutott labda rajta az akció. Itt bizony, ha nem üti el, akkor Stefanelli könnyen megszerezhette volna a vezetést az üres kapuba. Ambrose felé az indítás. Gergényi. Mörsel. Ballal. Óriási tvétót. Ebben az idényben 47 kapott góljuk van 22 meccsen a lilafehéreknek. Legtöbb a bajnokságban. Ambrose nagyon agresszíven viszi el. Tóth Balázs. Christensen. Stefanelli. Vissza kínálja lövésre. Panainak kell védeni. Arra nagyon figyel mind a két együttes, hogy nagyot ne hibázzanak, főleg hátul. Gradisár most lepattintja magáról az ellenfelet. Jó a csele is, Panay és Gradisár! De nincs gól. Szabálytalanság miatt kifelé lesz szabadrúgás, mutatja Bogár Gergő. Hogy aztán az egész szituációt innentől kezdve videózhassa a VAR-szoba. Hátrált, csak az ellenfelet nézve Keitába Gradisár. Ezt kell megvizsgálni és véleményezni. Panay elsőre itt is nagyot védett egyébként. Christensen inkább a lövést választja. Panay kijön róla! A kipattanóból megkaparinthatta volna a vezetést a Fehérvár. Csobot. Vissza. Tamás. Erőből középre, van érkező ember, és vezet az Újpest a csereként beálló Tajti góljával a 76. percben. Alig, hanem a második félidő első kapura szánt kísérlete újpesti vezetőgólthoz. Nem sokkal egy fehérvári kapufa után. Egy izzadság cseppel kevesebb Mésző Géza homlokán. Mutatós támadás végén. A csereként beszálló Tajti szerzi meg a vezetést. Spandler az, aki próbál itt tisztázni, de szerencsétlenül nyúl hozzá a labdához Tamás beadása után, és így kerül pont Tajti elé, aki a levegőből, jobb elsővel, kapásból a kapuba helyez. Csobot kiugrik. Ambrose a túloldalon. Jön is a beadás. Ambrose 2-0 már. Mesteri kontrát vezet az Újpest. Megint a bal oldalon kerülnek a védők mögé. És ezúttal Csobot az a cserejátékos, aki főszereplő a gólban. A gólpaszt kézbesíti. Lehet, hogy ez a bő egy perc, másfél perc mindent eldönt ezen a mérkőzésen. Szó sem lehet lesről. Itt már nézett befelé Csobot, jó irányt, jó szöget választ. Ambrose pedig nem kegyelmez közelről. Kulcsfontosságú cserékkel, percek alatt. És van még cserejátékos, Simon, aki most visszateszi. Csobot érkezik. Azért eléggé szembeötlő. Simon megy el. Paljevics. 11-es. Karamokó volt az. De Tóth védi, és az ismétlésből sincs gól.
Mörsel még vissza. Fantasztikusan teljesít Tóth Balázs ezen a találkozón. Ami védhető, azt ő védi. Most kétszer is. Ez a második már nem is biztos, hogy a védhető kategória volt. Ez egy nagy bravúr. Tajti rugott már ennél jobban is 11-est.